Itten vagyok, én. Az egyéb problémák kiküszöbölése... egyéb problémák kiküszöbölése, ez van. Tetszik mi? Durva, nem? Na, várjátok, meg kell keresni a dolgokat. Rokid, lehet, hogy ez az oka? Hogy tudsz írni? Nem tudom, én is ezt kérdezem, akárhányszor meglátlak. Nem tudom, az az igazság, hogy a rendszerek, tehát az OBS rendszer általában nem szokott változni. Nálunk minden fixen be van állítva, van egy PC-s, meg van egy konzolos téma, szokott működni. És akkor gondoljatok bele, hogy egyszerűen így beállítod, megnyitod másnap, elment a kamera, elment a konzolkép, minden elment, mindenki kapja be. És így nem érted, hogy mi történik. Nem tudom, hogy mi lehet az oka ennek alapvetően, de ez van. Mi az oka, hogy nem PlayStation 5-ön játszom? Problémák vannak a játékkal PlayStation 5-ön. Tök durva, hogy kiírja a PlayStation 5, hogyha Manhunt-tal játszom, amikor elindítod, hogy lehetnek problémák, és ilyen vizuális glitchek vannak, hogy mondjuk ilyen negatív színben látsz textúrákat, és egyéb dolgok vannak, ami miatt ilyen nagyon furcsán játszható PlayStation 5-en ez a játék, de mondom, szól is a PlayStation 5, hogy ezzel a gémmel lehetnek kompatibilitási problémák, és tényleg vannak, úgyhogy azért nem azon játszottam, arra is leszettem, azzal akartam először játszani, de nem működött. Úgyhogy ez van. Na. Szóval. Grounds for Assault. Oké, szóval itt jártunk. Ne szürcsölj a mikrofonba, te büdös paraszt, mert nem azért vagyok itt. Mi? Jó. Na nézzük. Ugye ez az állatkert volt, és a grizzly ketrec... Vagy... Mi? A megoldás... hogy megtaláljuk, nem ez az a ketrec, a feszítővasat, amivel ki lehet oldani a lakattékárolyt. Nézzük, leszalad-e fentről. Szépen, metodikusan fogjuk megoldani most. Megpróbálunk nem kapkodni, nem futkosni. Szemben megy egy keresztbe, balról jobbra harad. Ugye, Savage Horseman, ugye? Szerintem is. Erbab, köszi 80 napot. Szonya Réga, köszi 29-et. Bizony, rég jártál erre, én észrevettem. Bakker öcsém. F-Hunor, Elfix, Asaka. Nagyon szépen közi. Köszi Savage Horseman, a másik csírt is. Nézzétek meg a genyót. Pont szembe jön. Nem. Nem tudom értelmezni, és nem tudom belátni sem, hogy mi történik, srácok. Nem tudom. A viewscope-juk ilyen nagy. Vagy cone-juk. View cone igazából, az nem scope. Vagy mi a tököm, hogy... Egyedül van. Zajt csaptam? A simán lehet. Még nem halt meg. Jó, most meghalt. És nem is vesztettünk olyan sok életet. Ez jó dolog. Igaz, hogy kézzel kivédeni egy macsétes csapást nem annyira menő, srácok, ahogy a chat mondotta, és ebben teljesen igazatok van, viszont arccal levenni még kevésbé menő.
Szerintem. Úgyhogy még egy kézcsapást talán túl lehet élni, de ha egyből pofára kapod, a szar. Kezdjük egy fincsivel. Kapta. Ezt még megtartjuk, ezt a HP-t. Ott lent ment egy csávó. A grizzly ketrec-metrec az ez itt szemben velünk. Láttátok ezt? Ez most hogy látott meg? Hm? Hogy a péniszbe látott meg ez? Vagy min keresztül? Próbáltam kocogtatni, de nem jött össze. Valahogy meglátott. Látjátok, pedig itt fal van. Látjátok, megint meglátott. De hogy a pöcsömbe? Hogy lát meg? Nincs is semmilyen... Szerintetek? Ez valamilyen... A lejtő miatt van? Kicsit várok. Ez így nem, no-no! Ez így no-no! Viszont őt lehet, hogy el tudjuk kapni, mert ő lentről nem jön feljebb. Érdekes, nem? Itt valami van! Micsoda! Ez a hang! Ez a hang! Mintha egy sütőtököt szeletelnél. Mi az, hogy he's as cold as a witch's tit? Ez hogy érti? Na mindegy, kapta. Nézzük. Nyilván megnézzük, hogy utánunk jön Éva semmi. Nagyon kell vigyázni, mert ha oda jön szemből utánunk, aha, ott is van a csávó. Oké, ez még jó is lehet. Ebből lehet, hogy nagyon nagy gond lesz. Tapasd meg! Tapasd meg! Nyugodj! Ej! Pusztíts! Jó zsír. Megvan. Csak óvatosan. Ő is meglátott. Nem tudom, hogy ide fog-e jönni. Szerintem amúgy nem. De majd kiderül. Fura, hogy itt nem lehet kocogtatni. Aha. Itt jön. Na húzzam, hogy ne fág. A nagy kérdés az, hogy vajon az a faág, vagy mi az ott lent, vagy a fadarab, az ad aki hangot. Fordulj vissza. Gyerünk, fordulj vissza, menj szépen egyenesen. Nagyon jó. Nagyon jól csinálod. Kitűnő remek!
Oké. Okay. Szóval a Grizzly Barlang. És ott a HP, ami nagyon-nagyon kell nekünk. Megvan. Most ezért koccantottam, mert megláttam, hogy ott van. Gyere szépen apához, gyere! Ó, már itt is van. Milyen kedves, nem? Egy ilyen zacskózott fejet dobhatnánk neki, nem? Az elég king lenne. Ez futó. Egy futós. Ez elég nagy gond. Mert ugye ott áll. Hát most mondanám, hogy megpróbálnám lekardozni. Várjatok, mi lenne, ha azt csinálnánk? Visszafelé is futni fog szerintetek? Így is megfordul. Francba! Szabadulj meg ki! Hú, bazd meg! El kell tűnnöm. Tökre. Majdnem fagyos lett a hangulat. Most már nem szeret minket. Cash meg megbüntette. Feltettem az övemre a fiút. Megvan a feszítő vas, srácok. És itt lesz a mentés, és végre végigvittük ezt a részt. Ez az! Az egy puska? Ott van fent a csávó egy kurva nagy puskával. Tégla lehetne, de az emberi fej viccesebb. A folyosó vége van egy csávó. Ó, te jó ég, az egy ember. Én még nem is gondoltam, hogy ember. Nyakon szúrjuk. És kész. Reménykedjünk benne, hogy nem kell a feszítővas. Visszakérjük a macsétát. Jó, egyel kevesebb. Kéne szereznünk egy puskát, én úgy érzem. Meg HP-t tökre. A puskát meg kéne szereznünk, az nagyon vicces. Meg ott komoly fröccsenések várhatóak. Megjelentkeznek. Ő macsétás. Jó, kapja. Kapja, elkézés megy, jó, eltávolítottuk. Tulajdonképpen elrejthetjük a hullákat, csak nincsen feje. És mivel egyszerre csak egy fej lehet nálam, így a fej ott marad. Mondjuk bedobhatnánk a bokorba a fejet.
Na mindegy. Én megpróbáltam mindent. Ott a puskás fent. Itt van némi árnyék. Erre akarok elmenni, hogy megnézem, hogy lehet feljutni esetlegesen. Két Huntert elkaptunk már. Itt lehet felfelé menni a puskás irányába. Lényeg a lényeg. Hogy erre nincsenek. Jó, akkor erre... Mr. Puska járőrözik ott a végén, vagy nem? Kovács Robert, köszönjük szépen a giftet. És a csirt is. Nagyon szépen kösz. Nem úgy tűnik, mintha mozogna, nem? Szerintem nem. Nyugalom. Ebben a nagy vaglalt húskonzerv... Az a baj, itt megy lent egy másik. Meg fogja hallani? Ez egy tranquilizer rifle. Ez altató puska, nem nagy sniper. Hat lőszer van benne. Basszus kulcs, nézzétek csak! Lakat van az ajtón. Bassza meg! Akkor kell a izé. Akkor kell a feszítővas. Azt ott hagytuk a pálya elején. Itt lent. Itt. Kell, mert lánc van az ajtón. Az egy nyugi nyíl. Így van, Adris. Mi volt a kérdés? A... A chatben. Nem tudom, most nem tudom eldönteni hirtelen, hogy miről van szó. És ezt így? Hát az érdekes lesz az analog stickkel. Nem, én nem arra gondoltam, Balázs, de... A facecam pozíció miatt? Ne is tippelj! A másikra gondoltam. Ha most elkezdem ezt cseszegtetni, még itt van a csávó. Basz! Utállak, mint a szart! Ér, még minden másik fasztopót, amelyik kitalálta ezt a kontrolleres... Nem. Ugye most szivattok? Mi a farkam történt?
Mi a farkallatos farkalland volt ez? Mi történik? Miért nem alszik el a nyugi nyíltól? Mi a szar van? Na most komolyan. És miért hiányzik két lövedék a puskából? Kettőt lőttem. Most fel fog jönni. Öt volt benne, én hatra emlékeztem. Mindegy, mester, köszi a három hónapot. Lássuk, már indul tovább. Sárgát kihúzhatnánk belőle. Egy kis beakasztós kampósat. Ja, bocsánat, a chatben én valami olyasmit olvastam, hogy az a probléma, hogy miért nem játssza végig a játékot valaki, miért streamet néz. Azt hittem, hogy ezzel tehát a fundamentumával van a gond annak, amit csinálunk. Csak arra felkérdeztem. Van HP itt. Ami tök jó. Arra van a kijárat. Ha arra van a kijárat, akkor erre mi van? Kétlem, hogy simán csak budi. Mi van a budiban? Nyugalom, nekem vissza a hang. Valamit most éppen csinál a játék. Egy sima WC. Köszönöm. Na, hogy véletlen legyen valami plusz content. Oké. Csak nyugodom. Ja, oké. Azt akkor félreértettem. Hogyha valakinek azzal van gondja, hogy valaki streamben néz meg egy játékot, ahelyett, hogy végigjátszaná, akkor gyakorlatilag 7 éve teljesen feleslegesen vagyok itt, amiről tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy így van, de én azért még valamilyen szinten csak hiszek benne. Hogy ez ér valamit. Itt ülök az árnyékban. A másik nem tudom, hol járhat. De nem várom meg. Valahol biztos, hogy itt van. Mert... elment arra. Na majd egyszer hátra visszajön. Most tudnánk Benny Hillezni még. Ha ezt megropogtatom, akkor vége mindennek, ugye? Nem hallották meg? Hát sikerült!
kijutottunk. Sugar Daddy, köszi a 18 hónapot, és Zsolti Baj, köszi a feliratkozást. Hold up, Cash. You and your family weren't exactly close, am I right? It's just that I thought it would be nice to have a surprise reunion. És ez ki? But these war dogs didn't see it my way, and they've taken matters into their own hands. They're using them as bait, Cash. Bait. I know. Ez Cash családja? I can hardly believe it myself. Each time they spot you, these war dogs are gonna execute one of your beloved family. Szóval ez Cash családja, és ha észrevesznek ezen a mappon, megölik az egyiküket, akárhányszor észrevesznek. Tehát ha kétszer észrevesznek, akkor, meg, akkor kivégzik Cash családját. Hát ez nem jó. Ez tökre nem vicces. Óvatosabbnak kell lennünk. Vagy nem, mert nem fűz minket olyan sok érzelem a családhoz. Ott van egy egyszer, ott van egy egyszer használatos fegyver. Mi van, ha kocogtatunk? Mit jelent az, hogy észrevesznek? Ha hullát megtalálnak, akkor is? Nem hozom a macsétát, bár de lehet kéne hozni. Nem, ez sokkal gyorsabban megöli őket. Mint a macséta. A macsétának hosszú a kilje. Ezzel csak szépen a hosszabb végével a feszítővasnak így hátulról a torkon nyomatja, és abban a pillanatban dead. Dobantunk a lábunkkal. Itt egy tag. Az egy pisztoly? Az egy pisztoly? Look, Cash, let's get some clarity to the proceedings, okay? I need executions in quick succession. Itt az egyik családtag. Ahhoz kellene egy macséta? Hát ez mi a tököm? Üvegszilánk, szerintem azzal is el tudjuk vágni a dolgokat, nem? Jó, akkor így jó lesz, mert az üvegszilánk nálam van. Oké, az egyik családtag megmenekült. Aki egyáltalán nem állt meg csodálkozni azon, hogy Cash nem végezték ki. Na mindegy. Itt lesz HP. Srácok, ez egy pisztoly. Engem érdekelne ez a pisztoly, de nagyon. De nem szabad észrevegyenek, különben megölik a csajt. Ha meg pisztolyan lövök, az meg szopó, nem? Ott egy tagot messzebb. Itt jön egy balról. Ó, ez nagy gond. Nem hallotta meg. Nem hallotta meg, hogy elloptam egy fejet. Ketten is vannak egymás mellett. Oké, megtalálták a fejet. Nem kellett meghallja. Az üvegszilánkkal meg tudnám ölni csendben. Gondolkozzunk. Ketten mozognak most itt.
Oké. Okay. Idő. Aztán megláttak. Csajnak már így is cső. Kábító lövedék. Mi a fasz volt ez? Oké. Okay. Ez így nagyon csúnya volt, és nem is sikerült. Beleírtam a címbe, hogy mikori a játék, srácok, csak hogy ne legyen ebből gond. Tehát a pisztolylövéstől nem halt meg a csávó, én meghaltam a nyugtatótól. Most pedig ellőttem egyet feleslegesen. Durva, mi? Hogy lehet rajtuk golyóállomellény? Lehet rajtuk golyóállomellény, sőt, az oviban ismételgetett acélpáncél is, aminél csak a mega acélpáncél volt durvább, vagy a szuper acélpáncél, mikor a játszótéren voltunk. Nekem is fura a hang, Nyugi. Most okosabban kell csinálni. Baromi gyorsan be kell menni az árnyékba. Pontosan így. Hogy a pisztolyos csávó megkapja. Szabadon engedjük. Get out of here. Run! Megvan az egyik. Azt akarom, hogy innen nem hallják a... Nem. Viszont... innen lehetséges. Nem. Esetleg innen? Nem, innen se hallják. A bentiek. Pedig itt vannak amúgy kurva közel, csak szerintem ez itt egy ilyen határvonal. Amikor megjelennek. Most aktiváltuk őket. Ura, ha ide jövök, megjelennek azonnal itt, ugye? Nézzük, hogy fognak erre jönni. Hegyi Merve, köszi szépen a 15 hónapot. Legyetek, többen is vannak itt. Én kettőt látok, a radar szerint három is van. És tényleg van három. Ez itt így egy rohadt nagy tömeg. Az ott fent a nyugtató puskás. Várni kell egy kicsit, nézzük meg, hogy merre mozdulnak el. Hát, ha sikerülne elkapni egy-két fütyit. Lehet, hogy a csaj rosszul fog járni, de az egyiket megmentettük. Look, Cash, let's get some clarity to the proceedings, okay?
I need executions in quick succession. Jön a másik. Ebben lehet, hogy baj lesz. Somebody cover my ass while I check this here. He's holed up around here someplace. I'll take the flight. Coming in. Érted? Érted? Visszafordult, bazd meg. Visszafordult, hogy mi az iskola? Semmi baj. Kaptam. Óvatosan. Még nem ölték meg a csajt. És hát nem mutatták, hogy megölték. Megvan a puskás. Aki a föld, akit levittem a földre a macsétával. Igen, itt van. Nekem is szar a hang, nyugi, szokott ilyet csinálni a game, régi már. Óvatosan. Az a szemből kivégzés sokkal durvább. Jó. Fél HP-t buktunk. A csaj elvileg él még, nem? Itt van bent HP, azzal maxra töltjük magunkat. Ez volt a Tic-Tex. Így. Innen elvileg mindenki jött velünk. Kérdés, hogy a csajt kinyírták-e vagy nem? Van egy heal. Itt tudunk tovább jönni. Vagy lehet, hogy az adott területen belül ölik meg? Most ezek hol? Give me some buku boom boom once we skin this fool. A fal túloldalán? Szerintem ezek ölnek meg, ha észrevesznek. Igen, azt hiszem, az adott területen meglátnak, akkor alik meg. Azok látnak meg, akik éppen fogatartják. Azon gondolkozom, hogy most, hogy ugye már nem kell kusba lenni teljesen, mert
Meg kimenekítettük mind a kettőt. Visszajövök és felveszem a pisztolyhoz a lőszert, amit itt hagytam. És akkor most már van 6 lőszerünk a pisztoly, az, ami egy egész tár. Figapitány, Chris Rusty, Hegyi Medve, Laksaj. Nagyon szépen köszi srácok nektek is. Dexis Hawk, neked is köszi szépen a 10 hónapot. És Boldidodó, neked pedig a 8-at. Az a baj, hogy most csak egyszer használatos fegyverünk maradt, ami nem lőfegyver, és nem tud kifagyni. Vagy... Idejük a pisztolyt. Nem gabcsitód, de használd egészséggel. Aztán megvan. Már épp meg akart fordulni. Jó, ezt még elkaptuk a macsétával. Vigyük tovább a pisztolyt. Dróttal még tudunk egyet gyors killelni. Ott a mentés jobbra. Itt van esetleg valami? Árnyék. Az árnyék jó. Na, ez egész jól meg lett, srácok. Van egy szép gém, ami már nagyon régóta kellett. És itt is van egy... Ugye, még itt Cashnek van egy családtagja. Én csak kettőre emlékeztem, bassza meg. Az a nagy baj, srácok, hogy... Nincs nálam vágófegyver. Itt mászkál egy segg. Míg a dróttal meg tudnánk ölni azt a seggfejet ezzel a dróttal. Ugye nem akarsz itt kijönni? Nem? Visszafordult. I could do with a hot dog. Meg volt a drót. És lett lőszer. Na most itt a gond. Várjatok, az üveg. Az üvegből üvegszilánk lesz, ha beleütök, igaz? És az üvegszilánkkal el lehet vágni a... Igen, azzal el lehet vágni. Nagyon jó. Nagyon jó. Zsír. Na, akkor ez megvan. És még vágófegyverünk is maradt. Ó, még mindig van egy csaj. Ő az utolsó? Meg kell mentenünk az utolsó hölgyeményt. És akkor... Akkor talán jók leszünk. Jó, ez nehéz lesz, mert most... Valaki már jön is. És az a baj, hogy csak az üvegszilánkunk van. Nála lehet, hogy lesz olyan fegyver, ami alkalmas lesz. Oda bent van. Kettő is oda bent van.
Nézzük, ide jönne. Meglátott ő szembe. Ő meglátott a szembe. De nem jött oda. Oké. Várjuk meg ezt a két májmat. Ne kockáztassuk, hogy meghalja a csaj. Biztos, hogy vége van a játéknak, hogyha meghal a lány, mert azt mondta a direktor, hogy csak akkor nyitja ki a cápa száját, ha megmentjük. Arra emlékezzetek. Óvatosan. Azt akarom megnézni, hogy a csávó kifutott ide. Az előbb. Az nem tudom, hogy ez vajon rutinszerű, vagy sem. Itt jön egy majomfejű. Ott lesz HP. Annál puska van. Nyugtató puska. Nyugi puska, ahogy mondják. Az a baj. Ez gond. Akkor itt over, nem? Vége van, ugye? Megalig a csajt, mert megláttak. Vagy valamilyen érdekes bug lesz? Talán. És nem ölik meg? Na, talán? Tudjátok miért van ott a nyugtató lövedékes csávó? Mert ha meglő a nyugtató lövedékkel, akkor nem lehet lőni. Meg vagyunk. Nem ölték meg a csajt. Lehet, hogy nem a körülötteim lévő emberek vettek még észre, hanem még azok, akik a külső peremben voltak. Itt volt HP. Több is, nem? Mintha itt is lett volna. És van egy a játszótérnél, itt ennél, vagy mi ez van, hogy majom ketrec. Még itt is van HP. Úgyhogy megint maxos a HP-nk. Zsír. Hát nagyon jó. Na, itt van ez már, ez a fal már ilyen vizesnek bizonyul. Srácok, itt velem szemben. Turn up alive, and one of them kicks it.
Szóval a problémát megoldottuk. Mondjuk ez elég unfair volt, nem? Hogy így benyitsz egy ajtón, ha! Megvagy! Fű! Szóval nincs game over. Na mindegy, haladjunk tovább. Szegény! Szétlocsant a feje. Ez érdekes. Valaki csak úgy kívülről meglőtt. Elég kellemetlen. Elintézték csúnyán. Hát ez mi, hogy benyitsz egy ajtóra, azt ott a csávó? Hello! Pű! Muszáj itt balra menni. Vagy nem? Na várjatok. Nem arra kellett volna jönnünk? Pedig úgy néz ki, mintha arra lenne az út. Itt nem erre, itt csak na várjunk csak, ha nem erre, akkor merre? Körbe. Ott egy csávó. Ahol látom. We got a sitch és meglőtt. Érted? De nincs baj. Csak vissza kell kábulnunk, ha ez egy szó. Ebből a klanki szarból, a kurva életbe! Megvan. God damn, I'm running out of dip.
Mo, I got a lead. It's hack and slash time. Hát te hülye vagy, bazd meg, hát melyik ajtó jöttem be? Nincsen ajtó? Nincs ajtó, amin bejöttem? Na cső! Nem nyílik ki. A nyugtató lövedékkel, nem? Most mi történik? Ja, látom. Egy rámpán jöttünk be, és azért nem ajtón. Basszus, úgy emlékeztem, hogy egy ajtón jöttünk be. Most már vágom. Mi deredben van?